Rendkívül hosszú és nehéz idény tudhatunk magunk mögött, értékelte a csapat elmúlt időszakát Hadnagy Attila, a Sepsioske sportigazgatója. A csapat vezetősége sajtótájékoztatón a jövőbeli célokról is beszámolt. Örömteli hangulatban érkeznek a szurkolók a Sepsioske arénához megünnepelni a csapat sikereit. A háromszékiek számára nem indult túl jól az előző szezon. 13 bajnoki fordulót követően mindössze egy győzelmük volt, 7 döntetlen és 5 vereség mellett. Ennek ellenére megnyerték az alsóházi rájátszást, a román kupát, sőt még a román szuperkupát is. Ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlás fejlesztésére is. Igen, a közös cél az edzővel és a tulajjal megbeszélve, a felsőház normális, hiszen nagyon jó eredményeket értünk el a tavalyi bajnokságban, és nem lehet más, mint az, hogy a felsőház. Aztán, ha jóisten megsegítés, bejutunk az első hatba, ott történhet bármi, vagyis harmadik, negyedik, ötödik hely, mert fennebb azért kicsit nehéz álmodni. Szerintem egy olyan évet zártunk, amivel elégedettek vagyunk. Utánpótlás szintén az U17 Román Kupa elődöntőt játszott, az U19 pedig döntőt játszott Csíkszeredával. Azt igaz, elvesztettük 1-0-ra, de mégiscsak ott voltunk a döntőbe, és próbáljuk most az utánpótlásunkat erősíteni. A csapat előtt nehéz időszak áll, mivel a felsőházi pozíciókra körülbelül 12 csapat pályázik majd, már pedig egy ilyen sikeres szezon után most már az összes együttes komoly ellenfelet lát majd bennük. A Sepsioske hetek óta elkezdte a felkészülést a következő szezonra, az elmúlt hónapokban pedig több új játékos is csatlakozott a csapathoz. Tegnap sikerült véglegesíteni Jonathan Rodriguez argentin játékos leigazolását, aki a kolozsvári CFR keretéből csatlakozik a Szentgyörgyiekhez.